Ho, ho, ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. Hát jó reggelt mindenkinek! Ma már... 4-e? 5-e van? Nem is tudom. A tegnapi vlogot megint nem fejeztem be. Mert ugyanaz történt, mint a múltkor. Befeküdtünk az ágyba, elkezdtünk játszani, és hip-hop, el is adtam. De nagyon késő volt már igazából, mert ugye Ari elment moziba, én nem mentem végül, itthon pihentem. Néztem a 22 Jump Street-et, megteregettem ugye, és aztán hazaért, és igen, megint játszottunk a Life is Strange-el, és ennyi. Úgyhogy ne haragudjatok, hogy tegnap sem köszöntem el. Ma viszont egy kicsit izgalmasabb napom lesz. Egyrészt azért, mert nem megyek ma dolgozni, nincs ma munka, hanem este van egy impro előadásunk, és szerintem majd meg fogom kérni Ádámot, a technikust, hogy így vegyem fel pár jelenetet, és akkor azt majd ugye ide berakom, illetve megyünk a Yankee Candle boltba, választunk karácsonyi illatú tártokat, meg videózni is szeretnénk. Arionnal nagyon fel kéne vennem egy videót, de sose ér rá, most is egyébként dolgozik. Viszont ami miatt már megint nagyon izgulok, az a kalendárium. Úgyhogy hozom is, és kinyitom a 4. napot. Itt is vagyok, a kalendáriummal együtt. Aj, annyira jó az a kalendárium, ahogy én kiskoromban is mindig nagyon szerettem őket, persze akkor ugye mindig csak is volt. De most, hogy vannak ilyen szépségápolásos márkáknak is kalendáriuma, meg minden, szerintem ez tök szupi. Na, keresem a 4-est, és meg is van. Ez is ilyen nagyobb dobozban van. Hú, és ez egész nehéz. Egész nehéz. A Guiltless Festive Indulgence. Tetszik, hogy mindegyikre van így írva valami kis aranyosság. A másik karácsonyi kiadásos illatú tusfürdő. Nem, ez nem a tusfürdő. Ez a testápoló. A karácsonyi illatait annyira imádom a Bodyshopnak. Igen. Nagyon szupi. Nagyon-nagyon jó. Ennek tökre örülök, hogy természetesen ugye, hogy a karácsonyi kollekció is benne van. Biztos lesz a vaníla csáj is benne, de ugye abból nekem már van egy testvajam, de se baj. Na, úgyhogy ez volt a 4. napban. Most pedig leviszem a Lulut, és eszem valamit, veszek valamit enni, mert azt hiszem minden elfogyott, vagy nem. Lementem, hogy vegyek magamnak valami péksütit, de nem lehetett a péksével kártyával fizetni, átmentem a Donut Library-be, hogy vegyek fánkot, de ott se lehetett kártyával fizetni, úgyhogy most hazajöttem, és nincs ennivaló. És éhes vagyok. Úgyhogy mindjárt kitálok valamit. Minden esetre egy kávét csinálok, mert egy picit azt is elvesz az étvágyamból. Elővettem a porszívót, úgyhogy most egy picit porszívózom, és takarítok, mert hát ráfér egy kicsit a lakásra, illetve el akartam mosogatni, de kiégett a kis konyhánkban a lámpa. És így meg nagyon sötét van ott, mert nincs ott semmi ablak, semmi fényforrás. Megvárom, míg Ari végez, felhívom, megkérem, hogy hozzon égőt, és akkor azt kivárom a mosogatással, viszont a porszívózás kezdődhet is. Rájöttem, hogy tegnap végül meg sem mutattam, hogy milyen karácsonyfa díszeket vettem, ugye a Kikában. Van először is ilyen. Szerintem iszonyú szép, ilyen csillámos, megmutatom közelebbről is. Szóval ilyen. Ebből 2 van. Ja, igen, és ez a hang, ez a furcsa hang, ami néha a videóimban is van, ez a fókuszálás hangja, szóval ne haragudjatok. Ezért szoktam általában megpróbálni kikapcsolni az autofókuszt, de most be lesz kapcsolva. Aztán ilyen is van. ebből is 2 van, illetve a másik, ebből az ilyen nagy gömb. És nem tudom, szerintem iszonyú szépek, nagyon jó. Idén egyébként ilyen rose gold, rózsaszínes, fehér díszítést szeretnék a fára. Úgyhogy természetesen ezek a fehérhez tartoznak. Akkor van egy ilyen, ami nagyon hasonló, de mégis más. Nem tudom, hogy kamerán látszódni fog-e, hogy tényleg más. De az előzőek azok inkább ilyen hópehely hatásúak, ez meg inkább ilyen jeges hatású. Van 2 ilyen sima, ilyen hógömbös cukiság. Ez csak ilyen kis hógömb. És akkor még 2 ilyen nagyon picike aranyos, ami ilyen, mintha havas lenne így középen. Ezeket vettem eddig, most meg rendeltem még a neten a rose gold címeket, és azokért majd el kell menni. Most pedig megjött Ari, úgyhogy elkészülök, és akkor felveszük azt a közös videót, amit már nagyon régóta fel kéne menni. Nem kell félteni? Jó gyerekes, csak kicsit. Kicsillan. És mit csináltál vele? Leesett. Az baj. Leesett, és hát kicsit megrepett talán a műanyag része. Jó, előfordul, hogy leesik is a műanyag része megreped, de ritkán szokott ekkora gyerek kezébe. Na mindegy, nem érdekes, és most akkor mégis mit szeretnének. De reméltem! Csak azt nem tudom, hogy a leejtette, akkor most mit akarnak tőlünk? Gondoltam valahogy... Ezt nem nagyon értem. Belentem itt a szomszéd boltba a garanciálisokhoz, aztán itt értem rá ettől is. Biztosítás. Na most tisztázzuk, mekkora volt? Nagy. Mi kaptál el, édeském? Szódás, szifon? Mérem, nem biztos. De nem volt benne alkohol. Hát nem tudom, hogy maguk mit tettek bele. Na, elnézést kérek, nem kísérlek ki miket haza önöket. Lehetett volna benne az is akár. Lehet, végül is akár lehetett volna, de nagy disznóság lenne, tudja. Megcsúfolással a természetnek. Még maga a gondolat is visszataszító, hogy egy ilyenbe egy olyat tenne bele az ember. Nem visszamállott, hogy nem. Még itt vett neki. Szóval is ő legyen. Az viszont. Úgy láttam, hogy valaki levágta a talpát. A szívem az öné. Első látásra berázódtam önnek. Menjünk! És lovagolj fel, mint téve! Be kell intézni, mégis bemehessetek, jó? Lentem, zárom! Kicsit úgy sem a szokát meg, jó? Hát, így be tudjunk menni. Hello, szia! Nekünk még van jegyünk. Rágom, a csomó embernek van jegye, de megtelt a hely. Felhúztam a szoknyám. Hát olyan okos biztonságőrnek nézel ki, tudod olyan... Edith? De jó fejnek, hogy beengedsz minket, ugye? Aha. Ismerem a dobost. Legyen már kicsit jobban önbizalmad. Ja! Mi az, hogy önbizalom? Hát nézd már rám! Hát ezért mondom, ez nem elég az önbizalom. Azt kell, hogy kedves is legyél. Bizony, bizony, egy igazi biztonságőr kedves és kemény. Sajnos nem tudom magukat beengedni. Bocsánatot kérem. Megszállt a hely. Értem, de én a pálmafalát szeretném az ajándékot. Most összezavarodtam egy kicsit. És elmagyarázom, van nálam ajándék, a csajomnak... Sügér az valami pozitív jelző? Igen. Azt mondod, hogy szép vagy, okos, meg ügyes. Tehát, hogy bemegyünk, ott van pálmafa, és ott adnám neki oda. De ha itt kimaradunk, nincs pálma, elmondom. Itt nincs pálmafa, érted? Aha. Na, ez egész. Marion! Be kéne engedni. Kimondom, nem is tették. Olyan mozgatózni. Mindjárt elmondom. De most mondom. Mindjárt elmondom. Ma nem vettem semmi. Jaj, mert megint elfelejtettem megetetni a macskát. Na, hát nem az a haver, de van ám egy viszkozat. egy tasak viszka, tessék! És tényleg van nála! Autobusz megy a hetes, menjél gyorsan! Jaj! Addig mi nem megyünk be! De menjünk nem vettél Hello, Jarikán, figyelj! Nem vettem meg a marcsit! Edi! Mi mondtad az előbb, hogy nem vettem? Csak vettem, csak... Nem, akkor maradjam! De mi van, ha én van? Megint sapka? Megint sapkát vettél? Miért? Mi a baj a sapkákkal? Imádom a sapkákat rajta, igen. Egy piros sapkát. De már sok sapkám van, Gergő. Jó, de ez tudod, olyan piros. Én egy órát akartam, egy olyan Michael Kors. Ez nem olyan piros napot, hanem ez vérpiros, tudod. Vérpiros? Igen, az sokkal jobb. Karácsonyra. Sajnos a kutya megint megette a macska kajáját. Az van, hogy az a viszkász, amit aztán elfogyott. A lányom viszont olyan remélő. Megeszik egymást. Gergő! Nem tudod beengedni. Tudod, nekünk is van cicánk. Ez egy közös pont. Lúdtollas a hátam, segítenél haver? Menj eddig! Lúdtollas, nézd meg, keresd meg a tollakat, nem azok a szőrök, eljebb vannak a tollak, igen. Nézd meg! Menj már be, Edi! Menj már befele! Menj be és utána én bemegyek! Na, segítsek a lúdtollakon. Mindegy, már mindegy, párnát csinálunk belőle, de most nem. Jó, köszönöm szépen!